Standard & Poor's mondta a pénzügyminisztérium. A hitelminősítő ügynökség elvárja, hogy Magyarország elkerülje a gazdasági visszaesést, és ebben évben az akadályokat eltávolítják EU alapokhoz való hozzáférésből. Jelenleg mindhárom fő hitelminősítő ügynökség azt javasolja, hogy Magyarországon két osztályt fektessen be 10 évvel ezelőtt a pénzügyminisztérium szerint az S&P péntek este bejelentette, hogy megváltoztatja Magyarország BBB osztályát, és országunk adósságminősítését BBB-re változtatja politikai okok. A pénzügyi minisztérium szerint 2012. novemberében ez volt az utolsó alkalom, hogy a három fő hitelminősítés egyike leminősít Magyarországon. Most Fitchnek magyar adósja van, míg a Moody's Baa2 a helyén van. A hitelminősítő szakértők úgy vélik, hogy Magyarország sikeresen teljesítheti a mérföldköveket a bizottsággal kötött megállapodásban. Tehát ebben az évben megkapja az erőforrásokat. Hangsúlyozzák a kormány elkötelezettségét a hiánycsökkentés mellett árak. Magyarországot továbbra is befektetik a hitelminősítő ügynökségekbe a növekedéssel kapcsolatban úgy. Tűnik, hogy Magyarország elkerüli a recessziót ebben az évben, és a hitelminősítés 2023-ban 0,3%-os GDP növekedést vár. Majd 2024-ben 3% fölé emelkedik, és az erős bérnövekedés dinamikája. Az inflációról szóló hálás hitelminősítés hangsúlyozza, hogy Európa más részeihez hasonlóan a növekedés nagy része magasabb élelmiszer és energiaáraknak köszönhető. Az elemzők pozitívan megemlítik hazai és nemzetközi piacokból származó államadósság finanszírozását, és kedvezőnek tekintik azokat bankrendszert, amely ellenáll romló környezetnek. Jelenleg mindhárom fő hitelminősítés két fokozat magasabb, mint az elmúlt évtized elején. Ez azt jelenti, hogy Magyarország továbbra is befektet a hitelminősítő ügynökségekbe.